Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! Ezen a mai reggelen is Ceglédi Sándor által összeállított mindennapi kenyerünk három igéjét olvasom, ez alapján elmélkedünk. Az első ige, ami a mai tanács, Hóseás könyvében található megírva a 14. rész második verse, így hangzik. Térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűneid miatt buktál el. Nem csak arra van szükségünk, hogy naponta javítgassuk az életünket. Nem csak arra van szükségünk, hogy egy picit jobb emberekké váljunk az évek, az idő múlásával. Szüksége van az embernek a megtérésre. Szüksége van az embernek az Istenhez való fordulásra, hiszen a szó az eredetiben a megtérés azt jelenti, hogy Istenhez fordulás, megfordulás, teljes fordulat. Nem csak az iránynak a korrigálása, hanem teljes fordulat. A világ felől, Isten felé. A magam akarata felől, Isten felé. Az önzésemből, Isten felé. A gyűlöleteimből, Isten felé. A nyomorúságomból, az elkeseredésemből, Isten felé fordulni, megtérni. Nagyon nagy szüksége van az embernek egy átfogó, nagy megtérésre. De szükségünk van arra is, hogy minden nap, amikor felébredünk, felkelünk, kifejezzük, megújítsuk, megerősítsük ezt a nagy lépésünket, amit egyszer megtettünk. Uram, hozzád fordulok, hozzád térek. Ha Isten felé fordulok, akkor sok mindent, ami csábít, bűnre csábít, meg sem látok. Ha Isten felé fordulok, sok mindent, ami dühít, indulatba hoz, talán nem is veszek észre. Ha Isten felé fordulok, akkor talán elfeledkezek a saját önző vágyaimról, céljaimról. Ha Isten felé fordulok és megtérek, az Úrhoz térek, akkor sok bűnt el tudok kerülni. Hiszen Izraellel kapcsolatban is azt mondja az ige, a próféta, térj meg az Urathoz, Izrael, hiszen a bűnöd miatt buktál el. Ha nem fordulunk Istenhez, akkor óhatatlanul vétkezünk. És a vétkeinkben elbukunk. Az indulataink miatt elbukunk. Az önös céljaink miatt sokszor elbukunk. Nem csak egy népnek lehet tragikus a története, egy embernek is lehet tragikus a története. Ma azért szól hozzánk Isten igéje, azért figyelmeztet, azért hív megtérésre, hogy ne tragikus, hanem áldott legyen az életünk. Akár ez a mai napunk, akár a többi napunk ebben az esztendőben. Mert hát az ígéret is így szól, a 103. Zsoltár 8.-9. verseiben, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Megtérni az Úrhoz mindig érdemes és hasznos, és mindenképpen áldás, hiszen irgalmas az Isten. A Bibliából ismerhetjük, hogy amikor Istenhez fordulunk megtéréssel, bűnbánattal, akkor nem elutasításban lesz részünk, mert irgalmas az Isten. Sokszor tapasztaltuk talán, hogy valakitől bocsánatot kértünk, talán rendezni akartunk dolgokat, de irgalmatlan volt az a másik, és nem hajlandó a kiengesztelésre, nem hajlandó a megbocsátásra, nem hajlandó a kapcsolatok ápolására, megújítására. Istennél nem így van. Bízhatunk benne, hogy ő irgalmas, hogy türelmes, hogy szeretete nagy. És mivel szeretete nagy, ezért a bűnbánó bűnösnek, a hozzáforduló bűnösnek megbocsát. Ebben lehet részünk ezen a mai napon is. És így szól a fohász, a 28. Zsoltár első verse szerint, téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán, mert ha némán elfordulsz, hasonló leszek a sírba roskadozókhoz. Nem fordul el némán az Úr ezen a mai napon sem. Sem öntől, sem tőlem, sem egyikünktől sem. Ebben a reménységben kezdjük el ezt a mai napot, ebben a reménységben forduljunk Istenhez, ebben a reménységben bánjuk meg a bűneinket és térjünk meg. Ha megtérünk, hozzátérjünk, és áldott napunk és áldott életünk lesz. Szép napot kívánok mindenki számára!